zenével és a hangszerekkel kapcsolatos ismerkedésem az gyakorlatilag születésemmel egyidős, mert zenés szüleimnek köszönhetően azonnal sikerült megismerkedni velük. Soha nem erőltették, végül mégis a ő pályájukra igyekeztem állni, vagyis jelenleg is igyekszem ezt továbbfejleszteni. Lehetőségem volt otthon mindenféle hangszereket kipróbálni, amik csak akadtak otthon. És édesapám, aki akár könnyű zenével, akár komoly zenével is foglalkozik, az ő révén csöppentem abba a világba, ahol megtetszett végül a dob, vagy az egész átlag könnyű zenei megszólalás, de akár a jazz világába is az ő segítségével belekóstoltam, és ezért nagyon hálás vagyok neki. Zenei általános iskolába jártam, ami zenetagozatra, ott is kipróbálhattam több hangszert, zongorán, dobon tanultam. Aztán zeneművészeti szakközépiskolában, jazzdobtanszakon folytattam az ügyeket, és jelenleg a Kőbányai Zenei Stúdió végzős hallgatója vagyok, szintén dobtanszakon. Egyre inkább érzem, hogy nem vagyok elkötelezett csak a dobfelszerelés mellett. Gitáron vagy zongorán teljesen más arcot tudok megmutatni az elképzeléseimből, és egyfajta összzeneszerzői dolog is érlelődött bennem az utóbbi években. Szívesebben gondolok magamra inkább olyan személyként, aki megalkotja a zenét, mint aki szükségszerűen előadja. Verőfénytől hegyeken őrzöttel a völgyekben járunk. Sötét szellemek a nap ellen összegyűlve megjelennek a holló viharban. Átlátszatlan álmok fekete szárnyú haragja. Fagyos. Ma este, amikor a trióval lépünk fel, ez egy egészen különleges esemény lesz. Itt az a koncepció, hogy a korábbiakban engem körülvett extrém metal zenei környezet hatásait, amik bennem ragadtak, azokat hogy tudom egy akusztikus jazz felállásra átültetni. Nem mondom magam jazzzenésznek, és távolról sem mondom magam jazzzongoristának, viszont mind a két világ hasonlóan elvarázsol, így a trióval szeretnék mind a kettőből meríteni, és egyfajta ötvözetet hozni, magamon átszűrve. Tudva, a tél sosem hal el. Tisztán lélegzem a közelgő szellőben. Megkísértett szemmel látom álmaim haldokló napjait. 2007-től lépünk fel rendszeresen. Előtte is volt szerencsém fellépési gyakorlatokra szert tenni, akár a szokásos gyerekzenekari dolgokkal kapcsolatban, hogy fúvós zenekarban játszani. Édesapám rengeteget tudott segíteni abban, hogy vele tudtam együtt gyakorolni. A tényleges koncertezés a saját zenekarommal, a Nebulózus Vátummal, aminek utódja a jelenlegi Karst. 2007 elején kezdtünk el színpadon is működni. És ahogy szoktam mondani, hozott anyagból dolgozunk, meglévő anyagból dolgozunk, tehát ha felmerül egy újabb koncepció, amihez zenekart állítottam össze, akkor is van egy adott haveri és zenészi gárda, akit mind a két oldalról emberileg és szakmailag is úgy becsülök, hogy szívesen kérem az ő segítségüket. Ma este a trió fellépésének is ilyen érdekes a tagsága, hiszen jó magam zongoristaként magam mellé hívtam két dobost. Az egyik basszusgitározik, a másik maradt a hangszerénél. És ez nagy biztonságot tud adni, hogy olyan emberekkel dolgozom, akár homlok egyenest más stílusú produkciókban is, akikkel már megvan egy bizonyos kapcsolat, tudok bennük bízni, és tudom, hogy mit képviselnek.